dr. Veres Gábor 1969-ben született Ózdon. Borsodnádasdon járt általános iskolába, majd a József Attila gimnáziumban érettségizett. A következő években egyszerre lett a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, valamint a Debreceni Tudományegyetem hallgatója. Diplomái megszerzése után Hajdúböszörménybe került, és az ottani gimnázium tanára lett. Elvégezte a Miskolci Egyetem jogi karát, majd 1995-ben néprajzos múzeológusként kezdett el dolgozni az Egri Dobó István Vármúzeumban. Ma már nem csak a Vármúzeum igazgatója, hanem a Heves megyei múzeumi szervezet igazgatója is egyben. Dr. Veres Gábor életét mind a mai napig a folyamatos tanulás határozza meg. Ózdon születtem 1969-ben, az Ózdi Kórházban, és hát ugye a családunk az Borsodnádasdon él. Én magam is gyermekkoromat ott töltöttem, ott jártam általános iskolába. Alsó tagozatban még a lemezgyári általános iskolába, és hát amikor felsőbe kerültem, akkor szűnt meg ez az iskola, és akkortól már a községben jártam a 8 osztályt. Még ebben az időben a matematika volt talán az, ami jobban érdekelt. 7.-8. Iskolai matematika versenyeket nyertem, illetve hát jutottam el a járási szintig, tehát ez érdekelt. Aztán ugye, mint látszik, elég sokat változott az érdeklődésem, illetve hát a pályám valami miatt más vonalra került. A sportban is nagyon jó lehetőség volt Borsodnádasdon, 6 évig voltam igazolt labdarúgó a helyi csapatban. Aztán, amikor már Ózdra jártam, hiszen ez a következő állomás, majd akkor fejeződik gyakorlatilag be ez a sport tevékenység. A család felől inkább azt kaptam, hogy talán egy műszaki pálya az, ami elképzeltek nekem, de hát végül is én úgy gondolom, hogy azok az intuíciók, amit aztán a gimnáziumban kaptam, és hát nyilván ahol oktatásban is, ahol tanáraink, hogy mondjam, színvonalasabban oktattak minket, és mélyebb tudást kaptunk, talán ez is befolyásolta azt, hogy mifelé indulok el. A József Attila Gimnázium Ózdon, ahova én úgy gondolom, hogy ma is meghatározó élményeket jelentett, nagyon jó osztályközösségben, nagyon kreatív emberekkel töltöttem el azt a 4 évet, és ez egy olyan közeg volt, ami nem csak engem, én úgy gondolom mindenkit inspirált arra, hogy nyíljon ki az érdeklődése, és ezer felé kerültünk, és nagyon sok tehetséges ember volt, ezt mutatja, hogy ma milyen helyeken dolgoznak az onnan kikerült diákok ebből a generációból. Az első felvételim az nem sikerült, ezért 1 évig képesítés nélküli nevelőként dolgoztam a Borsodnádasdi iskolában. És hát amikor pedig sikerült másodszorra a felvételim, akkor azonnal elvittek katonának a Dunántúlra, úgyhogy 1 éves katonai szolgálatom következett Marcaliban. Hát utólag visszatekintve és látva, hogy a mai fiatalok, vagy a mai fiúknak talán hiányzik egy ilyenfajta, hogy mondjam, egymáshoz szoktatás, ami talán a toleranciából és mi egymásból is leckét adhat. Nem volt ez az 1 év sem, gondolom, hogy hiába való. Előfelvételisként a második részét, a második fél évet már nem is kellett letöltenem a felsőoktatás intézmények elvégzését követően. Tehát a felvételi sikerült, Nyíregyházára, a Besenyei György Tanárképző Főiskolára vettek föl, történelem művelődés szervező szakra és a kulturális menedzser szakirányra. 4 évet jártam Nyíregyházán. De hát már ekkor kicsit változott az érdeklődésem, és másodéven, amikor Nyíregyházán másodéves főiskolás voltam, akkor jelentkeztem a Debreceni Egyetemre, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemre, és felvételt is nyertem.
Hát mivel a tanulmányi eredményem olyan volt, gyakorlatilag egyéni órarendet kaphattam, így a napjaim úgy teltek, hogy Nyíregyháza és Debrecen között ingáztam. Nyíregyházán ugye harmad-negyed éven, már Debrecenben első-második éves voltam, tehát amikor délelőtt Nyíregyházán voltak óráim, akkor délután Debrecenbe utaztam, és hát fordítva. Tehát a két intézményt gyakorlatilag párhuzamosan végeztem el. Az akkori jogszabályok már az utolsó éven Debrecenben nem tették volna lehetővé, hogy ösztöndíjat kapjak, hiszen talán 5 évig lehetett akkor is ezt fizetni az államnak. Úgyhogy már az utolsó évet úgy végeztem Debrecenben, hogy közben elhelyezkedtem Hajdúböszörményben a Bocskai gimnáziumban, és hát gyakorlatilag onnan tudtam bejárni az egyetemre, és már mellette dolgoztam az utolsó évben. És hát ekkor egy másik iskolát is elkezdtem, a Miskolci Egyetemen, a Jogi Egyetemet, Miskolci Egyetem Jogi Karán. És hát amikor Debrecenben végzős voltam, ott pedig már első éves hallgató voltam. Hát 2 év Hajdúböszörményben, és amikor Debrecenben végeztem, gyakorlatilag néhány hónappal utána sikerült állást találnom itt Tegerben, a Dobó István Vármúzeumban, és 1995-ben, mint néprajzos múzeológus kerültem ide felvételre Egerbe. Gyakorlatilag a Szamár létra végigjárása következett. Néprajzos múzeológusként kezdtem, több gyűjtemény tartozott a gondozásom alá, de hát mivel megvoltak azok a képzettségeim, ami a programszervezés irányába mutat, ugye a kulturális menedzser diploma, a művelődés szervező diploma, így már a következő évtől jobban figyeltem arra, hogy mi is történik itt a várban, és szerencsére egy olyan közeg volt, ami akkor a történelmi hagyományok ápolását, a vár vezetése és az itt dolgozók is nagyon fontosnak tartották, és ebben én is szerepet kaphattam. És a következő évtől elindítottuk 1996-tól a Végvári Vigasságok rendezvénysorozatot, vártábort indítottunk el, tehát sor olyan programot, ami a mai napig működik és jól működik, és a vár imázsához, a vár vonzerejéhez, a turisták számának a növekedéséhez nagyban hozzájárul. Azért mondom, hogy ez egy kedvező időpont volt, hiszen ekkor nyíltak meg olyan pályázati alapok, állami alapok, turisztikai alapok, amiből ezeknek a finanszírozására is lehetőség nyílt, hiszen egy önkormányzati intézmény nem tudott volna ehhez megfelelő anyagiakat saját költségvetéséből előteremteni, és a kezdetektől külső források bevonásával ezeket a programokat meg tudtuk szervezni. Nekem az is elismerés, hogy végezhetem azt, amit szeretek. A munka, amit most végzek, az úgy gondolom, hogy messze menőlig kárpótol sok mindenért, amit energiában is eddig belefektettem, és hát szerencsére a családom is egy nagyon jó hátteret ad ehhez. 2 gyermekem van, és hát most már az ő sikereikben is tudok gyönyörködni, vagy az ő sikereik is megelégeléssel törtenek el, hogy talán jó irányban tudjuk nevelni őket. Mindig voltak olyan gondolataim, ami nem csak egy irányt jelölt ki számomra, tehát mindig gondolkoztam több felé, több síkon, több megoldáson. Tehát, hogyha ezek a dolgok, amiket elterveztem a múzeumi pályámon nem jöttek volna be, akkor biztos, hogy másfelé mentem volna. De hát szerencsém is volt, és hát nyilván erre voltak terveim, és ezek valahogy együtt vezettek el ide, hogy ma itt tartok. Kell egy kis idő ahhoz, hogy kiszakadjak az elfoglaltságokból, a problémákból, és akkor tudom igazából értékelni, hogy hol dolgozom. Jó érzés, hogyha mondjuk az ember el tud menni egy kicsit hosszabb szabadságra, és a napi gondoktól függetleníteni tudja magát, mert ha csak a napi gondokat látja, a napi üzemeltetési, a vár karbantartásával kapcsolatos feladatokat, akkor sokszor nem veszi észre azt, hogy milyen gyönyörű környezetben dolgozik. Megoldásokra törekszik, napi feladatok megoldására. Tehát kell egy kis idő ahhoz, hogy kiszakadjak az elfoglaltságokból, a problémákból,
és akkor tudom igazából értékelni, hogy hol dolgozom, és ez azt hiszem a kollégáimnál is így van, hiszen nagyon nagy leterheltséggel dolgozunk, viszonylag alacsony létszámmal, szűk költségvetéssel, egy olyan helyen, ahol az ország harmadik leglátogatottabb múzeumát jegyzik, több százezer turista fordul meg évente, és ez bizony nagyon sok munkát jelent minden itt dolgozónak, itt természetesen nekem is. Nincsenek könnyű helyzetben a múzeumok Magyarországon, egészen szélsőséges helyzetek is vannak, akik eléggé jó helyzetben vannak, és akik gyakorlatilag a létükért küzdenek, és a két végpont között szinte minden verzió előfordul. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniós pályázati lehetőségek, amely az elmúlt években megnyíltak a múzeumok előtt, nagyon sokaknak segített, sok múzeumot meg tudtak újítani, a hazai forrásokból is több száz intézmény tudott fejlődni. A előre menekülés lehet, én úgy gondolom, mindenkinek a legjobb megoldás, tehát hogy fejlesszen, próbálja megvalósítani a céljait, mert aki a vegetálásra rendelkezik be, az ma nem biztos, hogy talpon tud maradni. Én próbálok mindenhol segíteni abban, hogy megtalálják azt az utat, ami hát mindenkinek egy személyre szabott, hiszen teljesen eltérőek a múzeumoknak az adottságai, mások a gyűjteményeik. Igazából a saját lehetőségeikre építve lehet csak megtalálni azt, hogy hogyan maradhatnak talpon és hogyan fejlődhetnek. Nagyon fontos a magyar múzeumok megújítása, olyan új elvek, alapelvek lefektetése, ami közelebb hozza az intézményeinket, és nem csak egy intézmény, hanem általában a magyar múzeumok fejlődését megalapozza a következő évtizedekben. Segítséget nyújt a kollégáknak, kapaszkodókat nyújt, képzésekkel, illetve hát azon célcsoportok felé, mint például az oktatás, a pedagógia, a pedagógusok és a diákok, újabb módszereket tudunk kitalálni, összekapcsolni a tananyaggal a múzeumokban található tárgyi örökséget. Ez egy olyan komplex feladat, amiben én még nagyon sok munkát szeretnék belefektetni. Szeretek a családommal együtt kirándulni, fürdőkbe járni. Hát az olvasást is nagyon szeretem, és hát én folyamatosan tanulok, tehát talán ez is mondható egyfajta hobbinak. Az utóbbi időben is több szakot, tanfolyamot végeztem el. Jelenleg is egy master szaknak is a hallgatója vagyok, tehát ilyen szempontból is igyekszem az agyamat terhelni a továbbiakban. És még túl az igazgatói munkámon kívül még nagyon sokféle munkát is végzem, ami hát kvázi szabadidős tevékenységnek is felfogható, hiszen önmagam választottam. Ezek olyan területek, ami én úgy gondolom, hogy hiányoznának az életemből, ha nem lennének. Így például az oktatás, aminek hát említettem, hogy megjártam az alapfokú, középfokú oktatási részét, hát most már 10 éve a felsőoktatásban is dolgozom, itt az Esterházy Károly Főiskolán tanítok. Először a turizmus vendéglátás idegenforgalmi szakmenedzserek képzésében, tavalyi évtől pedig a kulturális örökség tanulmányok hallgatóit okítjuk, oktatjuk. Ez én úgy gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti azt a tevékenységet, amit végzek, hiszen nem csak dolgozom benne, hanem valamilyen módon tovább is tudom ezeket adni.
és hát emellett számos szakmai szervezetben dolgozom, ez is felfogható hobbiként, hiszen ezért fizetség ugye nem jár. Várbaráti körnek vagyok az elnöke, Felső-Magyarországi Várak Egyesületében dolgozom, megyei múzeum igazgatói szervezetben dolgozom, és hát a Magyar Múzeumi Egyesület, a Pulszki Társaságnak is most per pillanat az alelnöke vagyok. Tehát ezek mind társadalmi megbízatások, szívesen végzem, a saját szakmámhoz szorosan kapcsolódik az ott végzett munka. Elsősorban a család az, akikre azért nagyon odafigyelek. Az én családommal látogatom meg természetesen a saját szüleimet, illetve a feleségem szüleit, akik szintén Ózdon laknak, testvéremet, aki szintén Ózdon lakik, tehát ápoljuk, tartjuk a kapcsolatokat, tartjuk az évfordulókat, születésnapokat, névnapokat, tehát nagyon fontos szerete az életemnek, hogy tartsuk meg ezeket a családi kötelékeket, tehát Ózdon is viszonylag sokszor megfordulok. Thank you.